Bizonyára nagyon sokan videóznak mostanában, úgyhogy összegyűjtöttem a 30 profi fotós aranyszabály mellé a 30 profi videós aranyszabályt is. Egyébként a fotós szabályokat ide, vagy pedig ide, nem tudom, sose valamelyik oldalra kattintva eléritek. Úgyhogy csekkoljátok, ha érdekel titeket, most pedig az intro után belevágunk a profi videós szabályokba. Úgyhogy csekkoljuk! Mindenkit is Szabó Viktor vagyok, hogyha szeretnél még hasonlókat, akkor mindenképp iratkozz fel, lájkold a videót, ha pedig kérdésed van, dobd le kommentbe, ezt mindenképpen meg kellett jegyeznem. Úgyhogy vágjunk is bele, mitől leszel profi videós. Nézzük meg, összegyűjtöttem 30 olyan aranyszabályt, amit mindenképpen be kell tartanod, úgyhogy vágjunk is bele ezekbe, mondom, nem fontossági sorrendben lesznek, szóval kezdjük is. Első és legfontosabb szabály, amit már mondtam korábban a fotós videóban is, hogy ne költs drága prezet pakokra. Ez itt is igaz, ugyanis itt loot pakok vannak, tehát itt se költs drága lootokra, hiszen Orange and Teal a legtöbb helyen ingyenes, le tudod szedni, és mindannyian tudjuk, hogy az a legjobb, tehát azt kell használnod. Mindenki azt használja, tehát mindenképpen te is igyekezz ezt a prezetet használni. Fontos megjegyeznem, hogy nagyon figyelj arra, hogy ha Orange and Teal prezetet használsz, akkor az árnyékok nagyon-nagyon szép kékek legyenek, a bőrszín minél narancssárgább legyen, lehet, hogy ezt így utólag vágás közben meg is mutatom neked, illetve még arra figyelj, hogy ha valaki fehér póló van, akkor mindenképpen figyelj arra, hogy kék legyen az is. Hogyha fehér cipője van, akkor is legyen szép kék, hiszen ettől lesz cinematik a videód. Fontos, hogy el ne felejtsd utómunkával oda tenni a kis fekete csíkokat, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy ettől lesz cinematik a videó, és minél cinematikabb egy videó, annál profibb. Másod le a külföldi youtubereket, főleg a legmainstreamebbektől lopj ötletet, beállítást, és mindent, amit csak tudsz, azt másolj le külföldi youtuberekről. Fontos tényleg, hogy a legnagyobbaktól, tehát ilyen Peter McKinnon, és sorolhatnám, hogy kiktől kell inspirálódni. Ne is nézz kisebb youtubereket. A kisebbek szarok, tudod, akinek kevés feliratkozója van, az nem annyira jó. Úgyhogy mindenképpen csak a nagyoktól inspirálódj, csak a nagyokat másold. Próbálj meg minél mozisabb lenni, minél cinematikabb, a többi nem is igazán lényeges, úgyhogy a többi dologgal ne is foglalkozz. Az, hogy milyen tartalom van, az tök lényegtelen, a szép mozis az egész. Ne vágj ütemre, legyél bátor, legyél laza, vagány. Igen, vagány, ha nem vágsz ütemre. Ha szájszinkron van, és utólag narrálod fel a dolgokat, nem probléma, ha csúszik a szájszinkron, nagyon sok profinál is csúszik a szájszinkron, legyincs! Túl rövid az élet az, hogy minden szájszinkront helyrehúzz. Mindig használj autofókuszt, főleg ha statikus a téma. Minek bajlódnál azzal, hogy beállítgatod a fókuszt, helyrehúzod, elcsúszik, minden baj van azzal. Mi a francért rakták volna bele az autofókusz funkciót, hanem azért, hogy mindig azt használd. Pro tip, hogyha magyar vlogger vagy, akkor próbáld meg megoldani azt, hogy semmi sem legyen fókuszban, hogyha beszélsz, akkor te sem, illetve a háttér sem. A profik így csinálják, ha megnézed a legtöbb magyar youtubert, ott ezt fogod látni, szóval próbáld meg te is ezt követni. Vegyél sok ledet, díszt és fényt a háttérbe, hiszen attól minőségibbnek fog tűnni a videód, illetve a mondanód. Pro egy tipp, hogyha idegen szavakat használsz, akkor még minőségibbnek fog tűnni a videód, tehát kövesd ezt az irányvonalat. Vagy ha mondjuk ilyen szavakat használsz, irányvonal, elvek, cinematik, angol szavakat használsz, az még jobb, tehát angol szavakat is használj, és akkor még jobb lesz a videó. Legyen szar a hang, úgyhogy fontos, amúgy is videót csinálunk, nem podcastet. Legyen mindig hangosabb a zene, mint a hangod, hiszen miért fizeted a drága licenc előfizetést, hogyha nem hallja a néző vagy hallgató a zenét. Ugye néző van, mert hát videót csinálunk. Epic film zene, mindig epic film zenéket használj, epic trailer zenéket, lehetőleg no copyrightosokat, ne fizess értük, ezért sem éri meg fizetni. Mindig film zene, cinematic, wow! Komponálj szabadon! Tök mindegy, kit érdekelnek a kompozíciós szabályok,
legyél merész, legyél egyedi, mint a fotós videóban is elmondtam, ez az egyik titka a jó videósnak. Tegyél indokolatlan áttűnéseket, zoom effekteket és mindenféle ilyen fancy effektet mindenhova, oda is, ahova nem illik, hiszen ettől még profibbnak tűnik majd a videód. Remegjen a kamera, és már csak pár utolsó tippjeim vannak hátra. Mindig remegjen a kamera, nem muszáj stabilizálni, hiszen csak a gyengék stabilizálgatnak. Tök mindegy, hogy áll a kezedbe a kamera, a lényeg, hogy meglegyen a felvett anyag. Illetve még egy utolsó tipp, mindenképpen hangoztasd, hogy te nem fizetsz a vágóprogramért, torrentről van, csak a gyengék fizetnek a vágóprogramért, és hogy ne csak a levegőbe beszéljek, összevágtam nektek egy hiper, szuper cinematik videót, úgyhogy fogadjátok szeretettel, most bejátszom nektek ezt a kis videót, minden tudás benne van, minden aranyszabályt felhasználtam, legalábbis igyekeztem, úgyhogy csekkoljátok. Remélem tetszett a kis videó, remélem, hogy megfogadod ezeket az arany szabályokat, és Szabó Viktor voltam, köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, hogyha észrevételed van, kommentbe mindenképpen jelez, illetve dobj egy lájkot vagy diszlájkot, hogyha nem tetszett, a kis kártyákra kattintva pedig eléritek a fotós arany szabályokat is, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok ezeket is. Minden szombaton új videó érkezik a csatornára, szóval ne maradj le ezekről, illetve minden második héten kedden Kék Óceán fotós és videós és drónos podcast érkezik. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy megnézted, találkozunk legközelebb, aligó! Ja, és ne felejtsd el! Drága gép, drága videó!